Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendre ma adását látják. Következzenek elsőként híreink röviden. Rendeletalkotás. A jövőben nem tartózkodhatnak hajléktalanok Szentendre egyes területein. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól. Litván Muay Thai harcosok városunkban. Kitiltják a hajléktalanokat a hév megálló környékéről. Erről is döntött legutóbbi ülésén a képviselőtestület. Városunk egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás tilalmáról szóló önkormányzati rendeletet alkotta meg a testület legutóbbi ülésén. Eszerint kitiltják a hajléktalanokat a Dózsa-György út és a Vasúti villasor, a Volán BKV telep és a Római temető utca keleti oldala által határolt területről. A jogi, vagyonnyilatkozatot vizsgáló és pénzügyi ellenőrző bizottság nem értett egyet az előterjesztéssel. Hosszan veséztük ki a tegnapi bizottsági ülésen. A bizottság nem támogatta ezt az előterjesztést, 2 igen, 1 nem és 1 tartózkodással. Röviden összefoglalom, hogy mi mentén beszélgetett erről a bizottság. Alapvetően azt gondoljuk, hogy ez a kérdés, ugye itt 10-12 hajléktalanról van szó, gyakorlatilag névről lehet ismerni, én őket névről arcról ismerem, ott lakom, ott megyek el mellettük minden nap. Róluk szól. Ehhez képest akarunk egy generális szabályt alkotni a közterületen való tartózkodásra. Halkan jegyzem meg, nem tudom, ki készítette az előterjesztést, de a térkép az egy 1960-as, 70-es évekbeli térképre van rajzolva. Ez egy olyan térkép, ahol egyébként a Dunakanyar körút még nincs megépítve. Tehát most egy olyan helyre akarunk rendeletet alkotni, fizikai helyre, ami nem teljesen létezik. Ugyanakkor a problémát csak szőnyeg alá söpörjük, hiszen hogyha ez a néhány problémás ember arrébb megy 15 métert, akár a Volán busz pályaudvarra, akár átsétál a posta előtti térre, akkor már is nem szegik meg ezt a rendelettervezetet. Tehát egyrészt nem oldja meg fizikailag sem egy alkalmas előterjesztéshez. Másrészt az, hogy itt antiszociális emberekről, adott esetben beteg emberekről beszélünk, ez egy szociális kérdés, ha tetszik, egy részében orvosi kérdés, nem pedig kriminalisztikai kérdés, nem arról van szó, hogy azokat az embereket, akik ott életvitelszerűen tartózkodnak, azokat akkor kaszlizzuk be. Tehát ez nem egy jó megoldás. Ha személyremsértés követnek el ott az emberek, arra most is megvan a rendőrségnek az eszköze, oda megy és intézkedik. Ha zaklatja az ottani lakókat, intézkedik a rendőrség. Beszerzünk kamerákat, ki lesz oda helyezve, az is preventíven fog hatni az ottani viselkedésre. Ehelyett szociális úton kell ehhez a kérdéshez állni. Én értem, hogy a polgármester úr tegnaphoz képest akkor behoz egy módosító szövegjavaslatot, amiben azt vállaljuk, hogy majd őszre valamit kidolgozunk. Én akkor azt kérem a képviselőtestület és polgármester úrtól, akkor hozzuk vissza ezt a rendeletet ősszel, amikor egységesen lehet ezt a kérdést kezelni. Én ugyan nem vagyok szociális munkás vagy szociális szakember, de helyből tudunk mondani 10 olyan javaslatot, amivel el lehet indulni. Megkerestük ott van egy csomó kisbolt, ott van a Spár, ott van a BKK, ott vannak a taxisok. Megkerestük őket az ügyben, hogy mondjuk ezek a szervezetek közösen fizessenek egy szociális munkás havi bérét, aki utána elkezd automatikusan, vagy tehát ott helyben foglalkozik és mentorálja azokat az embereket, akik gondot okoznak. Tehát nem a város költségvetését terheljük, vagy nekünk, a saját embereink, a saját szociális munkásaink elkezdtek ezzel foglalkozni, ha igen, hogy, erre nem kaptunk választ. De nagyon szívesen át tudok küldeni, egy konkrét listánk van arról, hogy egyébként szociálisan hogyan lehetne ez ügyben lépésről lépésre haladni. Ez a rendelet, független attól, hogy a polgármester úr milyen kiegészítést hoz hozzá, véleményem szerint, meggyőződésem szerint egy amorális rendelet, mert úgy kriminalizálja embertársainkat, várostársainkat, hogy ezt a szép kifejezést használjam, hogy a segítő szándék nem nyilvánul meg. A bizottsági ülésen elhangzott polgármester úr szájából, hogy ez nem a hajléktalanokról szól, hanem nem azt a kérdést kezeli, hanem a város lakók biztonságát szolgálja, vagy biztonsági érzetét szolgálja, tehát hogy azt a részét kezeli ez a rendelet tervezet. Rendben van, én ezt elfogadom, akkor hozzuk vissza akkor, amikor ezt egyébként valóban létező problémát is kezelni tudjuk, addig
szerintem ennek nincs helye itt. Köszönöm szépen. Versegi Nagy Miklós polgármester válaszolt Kubatovics Áron felvetésére. Csak azt szeretném mondani, hogy a tegnapi ülésen is jeleztem, hogy nagyon szerettem volna, hogyha ebből nem politikai kommunikációs témát csinálunk, de úgy látom, hogy sajnos e felé halad a dolog. Tehát mint ahogy a társaság az Élhető Szentendér frakció is többször kifejtette, és nagyon súlyos, és gyakorlatilag az egész város életét, és a turizmusát, és minden ehhez kapcsolódó problémakörét érintő kérdésről van szó. Ehelyett itt olyan kifejezések hangzanak el, hogy kriminalizáljuk, meg nem tudom micsoda, tehát abszolút nem erről van szó, hanem meg szeretnénk kérni a hajléktalanokat, egy picit odébb tartózkodjanak, és ehhez a város erőforrásokat áldoz, hogy megfelelő tartózkodási körülményeket alakítson ki, akkorra, amikor egyébként a hideg idő beáll, tehát ez egy határidő, tehát nem tudom, hogy miért kellene akkor visszahozni magát a témát, ez egy határidő, hogy addigra meg kell teremteni ezeket a körülményeket. Tehát én csak ennyit szeretnék mondani, hogy ne csináljunk ebből politikai kommunikációs témát, mert nem, tehát nem visz előre a dolog, oldjunk meg egy létező feladatot. Én láttam, hogy ez már megindult ez a kommunikáció Facebookon, tehát nem szeretném ezt a hangulatkeltést, hogyha ez az objektív problémából egy ilyen dolgot kerekítenénk ki. A téma kapcsán élénk vita alakult ki, több képviselő is hozzászólt a napirendhez. Magyar Judit, az MSZP képviselője, szintén támogatta az előterjesztést. Én tegnap a bizottság ülésen tartózkodtam, és nagyon örülök annak, hogy polgármester úr meghallotta mindazt, ami ott elhangzott, mert hogy ott ezek a dolgok elhangzottak. És megmondom őszintén, hogy én örülök ennek az új határozati javaslatnak, mert valamilyen megoldást kell ott találni. Hogyha a képviselőtársaim jól emlékeznek, akkor szinte minden egyes közmeghallgatáson, lakossági fórumon ez a téma előjön, és a többi városlakót zavarja. A többi városlakó azt várja tőlünk, hogy valamilyen megoldást találjunk rá. Most itt van egy előterjesztés, ehhez ráadásul a szociális rész is úgy nézem, hogy hozzá van rakva, mert nekem is az lett volna a problémám, hogy ezek az emberek, akik ott töltik a napjukat, nem biztos, hogy karhatalommal vagy egyéb ilyen jellegű megoldással kéne őket eltávolítani, hanem inkább megoldást találni az ő problémáikra. Én úgy gondolom, hogy ha van nappali melegű, illetve éjjeli melegedő, ahova ők vissza tudnak vonulni, akkor ez már egyfajta lépés, aztán ezt még majd tovább lehet gondolni, de én szerintem a többi városlakót is, véleményét is figyelembe kell venni akkor, amikor ezt a rendeletet meghozok, úgyhogy én most biztos, hogy igennel fogok szavazni, függetlenül, hogy tegnap tartózkodtam. A hajléktalanok kitiltásáról szóló rendeletet 10 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett fogadta el a testület. Minden évben megemlékeznek a holokauszt áldozatairól, Szentendrén a Szántó Imre Emlék- és Imaházban. Idén egy állandó helytörténeti kiállítást is átadtak. Lőbül Endre, 42 éves szerelő. Lichtenstein Bernát, 51 éves kereskedő. Lichtenstein Bernátné, 42 éves háztartásbeli. László Zoltán, 70 éves nyugdíjas telepöldvezető. A megemlékezők az egykor a Dunakanyarban élő valamennyi elhurcolt nevét felolvassák ilyenkor. A szentendrei zsidók mellett volt köztük leányfalusi, visegrádi, pócsmegyeri, szigetmonostori és tahitót falusi lakos is. Az összejövetelen Kertész Kata színművész volt a szónok. Soha nem értettem, ha a teremtő szabad akaratot ad az embernek, akkor magukat embernek kikiáltók, hogyan kérdőjelezhetik meg azt, és szét akarnak rombolni életeket, kapcsolatokat a saját és vélt igazságuk nevében. Persze azzal, hogy valaminek a megléte ellen küzdenek, valójában az ellenkezőjét érik el. Hiszen az állandó harcban és elégedetlenségben a saját forrásukkal való kapcsolatot veszítik el, és távolabb kerülnek a megélt harmóniától. A teremtőbe vetett hit minden embernek osztályrésze, hangsúlyozta a szónok. Aki a rombolásra teszi fel az életét, azt egyre nagyobb káosz veszi majd körül. Nagyon igaz az a latin mondás, aki fegyvert fog, fegyver által vész el. Ma is figyelmeztet a holokauszt emléke. Arra, hogy a szélsőséges beszédek, a kirekesztő gondolatok
az erőszakos tettek hová vezetnek. Radnóti Miklós Töredék című versének az alábbi sorait soha nem szabad elfelejtenünk, hiszen az emberségünk példája éppen az abban a humánumban kell, hogy legyen, hogy figyeljünk a másikra, segítsük az elesetteket. És nem szabad, hogy megismétlődjön az a kor, amelyben ember az embernek farkasa. Olykorban éltem én e földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott. Rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult egy rémes végzeten. Vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. A rossz sosem szülhet jót, és a háborúból sosem születhet béke. Békét teremteni csak a szerető szándék, a szerető szavak, gondolatok és érzések fognak. Felavatták azt az emlékápoló helyet is, mely az Egyesület helytörténeti kutatásait összesíti és mutatja be. 4 emlékoszlop kapott helyet az imaház udvarán. Ezeken 3 digitális képernyő látható, melyeken végtelenített filmeket vetítenek. Az egyik kijelzőn 950 elhurcolt áldozat neve szerepel, születési adataikkal és foglalkozásukkal kiegészítve. A másik monitoron a szentendrei zsidó családok egykori békebeli fényképeit mutatják be, míg a harmadikon a helyi zsidók begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos dokumentumok szerepelnek. Szintén a projekt részeként az oszlopokon vitrinek is helyet kaptak. Ezekben kegytárgyak, egykori zsidó családok házairól készült fényképek vannak, valamint szentendrei keramikus művészek munkái, akik emlékező névtáblák készítését vállalták el. A Szentendrei MH Altiszti Akadémia tornacsarnok adott otthont a hétvégén a litván-magyar Muay Thai mániának. Az eseményt a Litván Köztársaság nagykövete is megtisztelte. Magyarországon egyre inkább feltörekvőben van a Muay Thai, aminek Szentendrén is egyre nagyobb hagyománya van. A küzdelmeket több száz néző szurkolta végig. A közelmúltban városunkban rendezett gálán a küzdősport hazai nagyjai mellett a Litván Köztársaság nagykövete is ellátogatott a sporteseményre. Meghívtak engem is a mai összecsapásra a szervezők, hiszen a Muay Thai egyre népszerűbb Litvániában, de nem a legkedveltebb sportok közé tartozik. Nálunk a kosárlabda számít nemzeti sportnak, teniszben és úszásban is vannak még nagyon jó eredményeink, de a Muay Thai is egyre jobban fejlődik Litvániában. Már harmadszor vagyok Szentendrén, tavaly ősszel, ez év elején, és most vagyok itt harmadik alkalommal. Nagyon kedvelem ezt a várost, jól érzem itt magam. A pro-amatőr kategóriában 5 litván-magyar összecsapást láthatott a közönség. A küzdelmeket a hölgyek kezdték. Magyar győzelemmel zárult az első viadal. Hát igazából megnéztük a interneten a videóját a lánynak. Láttuk, hogy nagyon ügyes, illetve hogy jön előre, és nagyon asszertív. És próbáltunk erre különböző tempózó technikákat bevetni, kilépni, ellene visszatámadni. Hát ez többé-kevésbé sikerült is, úgy érzem, emberemre találtam. Nagyon kemény küzdelem volt, én szerintem mennyire még talán el se fáradtam, mindig azt hittem, hogy írtó jó kondim van, és legyőzhetetlen vagyok. Most úgy érzem, hogy egy igazán jót küzdhettem, de úgy tényleg, és nagyon élveztem belülről. De nem tudtam volna eldönteni, hogy most ki lett a meccs, mert úgy gondolom, hogy mind a ketten nagyon oda tettük magunkat, és nagyon rendesen helytáltunk. Úgyhogy én élveztem nagyon a küzdelmet. Úgy érzem, hogy kicsit a vége felé, mint mondtam, ugye az állóképességemmel volt egy kis gond, nyilván elfáradtam, és szétesettemnek éreztem a mozgásomat belülről, kívülről nem tudom persze, hogy látszott, és többször kifordultam. Ezeket úgy érzem, még sokkal jobban ki kell küszöbölni, és el oda kell figyelni, egy az, hogy veszélyes, és kettő meg nagyon nehéz abból visszatámadni, hogyha teljesen ki van fordul az ember, úgyhogy lesz tanulság, főleg ha visszanézem, úgyhogy biztos sokat fogok belőle tanulni.
Szentendréről két versenyző lépett szorítóba a litvánok ellen. Nem volt könnyű dolga, a hazai versenyzőknek kemény küzdelmeket vívtak. Fú, Rimeika, valami Rimeika, litván srác. Mit tudsz róla, hogyan tudtál készülni a mérkőzésre? Láttam róla videókat, YouTube-on van egy elég sok videója van. Fiatalokra boxolt, most meg ez a Thai boxra ismerkedik, de elég jól csinálja. Azt vettem, hogy ügyes srác, nem szabad leírni. Érdekes, pörgős mest lesz, nem egy lomba srác. Mikor lesz majd ez a... Mikor lépsz majd ringbe? Nekem az ötödik menet lesz majd az én menetem. Mit tudsz a szentendrei csapatról, hogy mennyire kaptak nehéz ellenfeleket? Most úgy vagyok, eddig jók vagyunk. Most már szerintem az első szentendrei srác. A Milán, a litván srác, elég. Most úgy vettem észre, hogy már elfáradt a litván gyerek szerintem. És remélem, hogy így is marad. De még mindig megy a küzdelem. Hány győzelmet hozhat el Szentendre itt a hazai mérkőzésen szerinted? Hát ugye Szentendre 3-at. Azt hiszem, ha jól számolom. Igen. Maximum. A profi mérkőzésen a magyar amatőr bajnok Albrecht Péter, a szentendrei VSL versenyzője küzdött meg Radics Róberttel, itt sajnos a hazai versenyző maradt alul. A gála szentendrei mérlege pozitívan zárult, mert Kisfalvi Milán és Lapusnyik László legyőzte litván ellenfelét. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Sportkorzó című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!